Amikor egy volt politikus hirtelen előkerül és mondani valója van, akkor sokan azt szokták gondolni, persze, mert biztos akar valamit, biztos vissza akar térni a politikába, hát akkor kérdezem rögtön ezt először az egykori SZDSZ-es Gulyás Józseftől, jó reggelt kívánok, hogy vissza akar-e térni a politikába? Hát az az ügy, aminek a kapcsán megkeresett a hvg.hu, ez nem pont erről szólt. Nem adtam föl, hogy a közélettel foglalkozzak, valamilyen módon most is kapcsolódom hozzá, de nem kapcsolódom egyetlen egy politikai szervezethez sem, párthoz sem. Akkor ez még egyelőre lebeg. És ezt 2009-ben eldöntöttem, hogy nem indulok, és nem veszek részt pártok alakításában, illetve működtetésében. Hát akkor a közvetlen politikában ezek szerint mégis adta a választ, nem is fog visszatérni, vagy ki tudja, mit hoz a jövő, ugye? A Nemzetbiztonsági Bizottságnak, volt egykor a tagja, SZDSZ-es képviselőként, és a hvg.hu-nak adott nyilatkozata azt mutatja, hogy az, amit a kormány a szerencsejáték iparág nemzetbiztonsági kockázatának nevez, az igenis megalapozott, mert hogy a nemzetbiztonságot bizony a szerencsejáték iparban megbúvó korrupció érdekérvényesítés igencsak tudja befolyásolni, hiszen ott rengeteg pénz van. Ön másról is beszél, de nézzük akkor először ezt a nemzetbiztonsági kockázatot, ez tényleges lehet? Ez tényleges, erről a kockázatról nem én beszéltem először, erről a kockázatról nyíltan a nemzetbiztonsági szolgálatok beszéltek. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak az éves jelentései a 90-es évek végétől voltak ilyen nyilvános jelentések, évkönyvek. Ezek rendesen taglalták a szervezetbűnözés és a szerencsejátékipar kapcsolatát. Azon belül azt a kérdést, hogy pénzmosás zajlik, hogyan manipulálják a gépeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nyílt történet volt. Az egy külön kérdés, hogy miközben a nemzetbiztonsági szolgálatok ezekre a problémákra fölhívták a figyelmet, például arra, hogy manipulálhatják a gépeket, pénzeket vesznek ki, elkerülik az adóztatást, ehhez képest nem érzékeltem azt, hogy mondjuk a Nemzeti Adóhivatal, illetve akkor még az adóhatóság vagy a szerencsejáték felügyelet fokozottan ellenőrizni ezt a területet. Azt gondolja, hogy azért, mert annyi pénz volt az iparágban, hogy bizony tudták érvényesíteni az érdekeiket. Ugye ön is beszámolt a hvg.hu-nak konkrét esetről, amikor szembe jöttek olyan adatok önnel, ami nem kerülhetett volna az iparág képviselőjéhez, hogyha nincsenek a legfelsőbb körökből kapcsolatai. Az, hogy az iparág befolyásolási törekvést hajtott végre, vagy befolyásolni próbálta a közigazgatást, államigazgatást, illetve a politikai döntéshozókat, ez tulajdonképpen a 90-es évek eleje óta, vagy amikor bármikor jogszabálymódosítás került terítékre, akkor ez tapintható. Tehát, hogyha valaki végignézi a korábbi jogalkotási állomásokat, milyen javaslatok születtek, hogyan, azok hogyan módosultak menet közben, vagy éppen haltak el még a törvény elfogadás előtt, az látja, hogy itt igenis befolyásolás zajlott ezen a területen. Azt azért tisztázzuk, hogy a befolyásolás, hogyha az lobby tevékenység és törvény által szabályozott módon zajlik, az önmagában nem baj. Itt másról beszélünk, igazából valamiféle korrupcióról. Igen, tehát nem arról van szó, hogy egy gazdasági szereplő azért, hogy komplexen a nemzetgazdasági érdek ne sérüljön, azt mondja, hogyha ő rá több adót vetnek ki, akkor azzal a költségvetés rosszabbul jár, ezért erről tájékoztatja a döntéshozókat. Itt nem pont erről van szó. Erről több újságcikk született, nem csak a hvg.hu-ban foglalkozott vele a jobboldali sajtó, Magyar Nemzet heti válasz, és ezekből azért kiderül, vagy aki konkrétabban figyelte ezt a területet, kiderül, hogy itt ahogy a nemzetbiztonsági szolgálatok jelentésében is benne van, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó körök, vagy a iparágban tulajdonosi jogosítványokkal bíró, de a szervezett bűnözéssel összefonódó körök gyakoroltak nyomást, nem egyszerűen annak érdekében, hogy kisebb legyen az adóteher, hanem annak érdekében, hogy kevésbé legyen ellenőrizhető az iparág. Ez teljesen más történet, és azt gondolom, hogy ezzel szemben a politikának, ha már ez nyilvánvaló lett mondjuk éppen most a fideszes döntéshozók számára, akkor nem egyszerűen föl kell lépni, hanem ki kellene vizsgálni, hogy miért történhetett és hogyan történhetett. Igen, ám, de ebben a cikkben van szó, nem utolsó sorban ön által is igen nagy részletességgel arról, hogy a fideszes politikusok milyen módon érintettek a szerencsejátékiparágban, és hát a hvg.hu újságírója konkrétan arra a következtetésre jut, még ha ez itt szó szerint is kimondva a cikkben, hogy voltak éppen Lázár János, Kósa Lajossal és Rogán Antallal számolt le valamilyen mértékben ezzel a törvénnyel. Hát ha leszámolt volna, akkor az illetők mondjuk nem lennének már a közéletben, vagy legalábbis kínos lenne a jelenlétük a közéletben.
az a cikkből kiderül, hogy azok a gazdasági érdekcsoportok, amelyek ebben az ügyben jelen voltak, aktivitást mutattak, azok ilyen vagy olyan szálon, de kapcsolódtak a két említett politikushoz. Ez ténykérdés. Ugye érdekes, hogy 2011. szeptemberében kezdeményezett a Rogán Antal olyan törvénymódosítást, ami előállított egy helyzetet, amiben éppen most Lázár János avatkozott be ezzel a statáriális jogalkotási eljárással, amit a kormány keresztül itt a parlamentben. Én azt gondolom, hogy itt ugye volt egy hivatkozás, ez a nemzetbiztonsági kockázat. Ez így elsőre igen, de hogyha belegondolunk, és amit erről tudunk, függetlenül attól, hogy itt nemzetbiztonsági kockázatot említenek, azt gondolom, hogy azért ennél többet kellene információban megosztani, legalább a képviselőkkel, a parlamenti képviselőkkel, vagy például a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaival, hogy mi is volt itt a nemzetbiztonsági kockázat. Látja, mert hogy az elmúlt 20 évben ez a nemzetbiztonsági kockázat az ön elmondása szerint gyakorlatilag folyamatosan fennállt. Ez most egy egészen másik történetről szól, arról, amire az újságcikk utal? Tehát egy fideszes belháborúra? Hát ugye a belháború, illetve az, hogy fideszes politikusok kerültek látókörben mondjuk ennek az ügynek a kapcsán, és el akarták válni, hogy bizonyos dolgok beteljesüljenek, vagy még több kompromittáló adat kerüljön mondjuk akár a szolgálatok, akár a bűnöldöző szervek kezébe. Ez egy lehetséges forgatókönyv ebben az esetben. Azt fontosnak tartom, hogy utaltam arra, hogy itt tulajdonképpen ciklusokon átnyúló történetről van szó. Az a logikus, hogy az iparági szereplők, vagy akik itt nem lobby, hanem befolyásolási, vállalhatatlan befolyásolási tevékenységet végeztek, azok tulajdonképpen mindig a éppen aktuális döntéshozókat, és nem a gyalogos képviselőket keresték meg. Hát valószínűleg ezt hívják az ő oldaluk a reálpolitikának. Ulyás József, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.